Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont a Hitrádió közélettel foglalkozó műsora. Mai vendégünk pedig Kulcsár Árpád, a Szent Pál Akadémia oktatója, történész, illetve a Bornemisza Péter gimnázium tanára. Üdvözöljük! Én is köszöntöm a hallgatókat, nézőket! Még mielőtt elkezdenénk az interjút, kérek minden kedves nézőt és hallgató, hogy iratkozzanak fel a Hitrádió különböző felületeire, YouTube csatornáira, a Hitrádió hitköznapokra, a Hitrádió közéletre, illetve a Hitrádió extrára. A mai beszélgetésünk apropója pedig a múlt héten érkezett törvényjavaslat múlt hét kedden, ami visszaállítaná az a főispáni tisztséget, illetve a vármegye elnevezést. Először is kezdjük onnan, hogy, hogy, mi is az a főispáni tisztség, és mi is az a vármegye. A vármegye előbb volt, mint a főispáni tisztség. A István király korában egy radikális változáson ment át Magyarország, egy teljesen új igazgatási rendszert Nyert az ország, nyugati típusú igazgatási rendszert, vagy nyugati típusú mintát követő igazgatási rendszert nyert az ország, ami kétségtelen, hogy egyrészt a jövőre nézően egy nagyon stabil berendezkedést biztosította a királyi vármegye, mert ennek ez volt a neve. Királyi vármegye, ez egy nagyon nagyon stabil berendezkedést biztosított az országnak, ezzel több minden más is együtt járt, még további szervezések, és ennek nyomán egy olyan rendszer tudott kialakulni Magyarországon, amely évszázadokra stabilnak, jól működőnek bizonyult, és ennek a megyének, vármegyének az élén álltak az ispánok egy szál ispán állt, de körülbelül 50 vármegyét szervezett István király, nem tudjuk teljes pontossággal, és mindegyiknek az élén egy-egy ispán állt, rendkívül széles körű hatáskörrel. Azért is volt ez királyi vármegye, mert az uralkodó teljes túlnyomó hatalommal rendelkezett. Ennek, ennek az egyik fő eleme az volt, hogy a tulajdonviszonyokban is egy teljesen radikális változás sorozatot vitt végbe, aminek az eredményeként a korábbi nemzetségi tulajdon, tehát hogy a, a, törzseken belül hét törzs, és azon belül mindegyikben volt hét nemzetség, így jön ki körülbelül az az ötven egység, amiből majd vármegyéket csinál István király. Tehát ezekben a nemzetségi tulajdon érvényesült. De István az azt jelentette, hogy a nemzetségnek, minden felnőtt férfi szabad tagja, ez a nemzetségi birtokból, nemzetségi földekből egy bizonyos részt birtokolhatott. Ezt István radikálisan átírja, és azt mondja, hogy kétharmada a területeknek, a termő területnek kétharmada a királyi, az királyi birtok. És a maradék egyharmadát is újraosztja. Mert mit tudom én, ahogy például a, a koppány legyőzése után a pannonalmi bencések kapták meg ö, koppánynak a somogyi birtokait. Az ott élő nemzetségtagok pedig, az életbe maradt koppány életbe maradt ö, 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 rokonai pedig, ezen túl a bencéseknek teljesítettek ö, munkajáradékot, ö, a, a termésből terményjáradékot. Tehát egy nagyon-nagyon kemény fordulat zajlott le, és és a, a megyés Ispán az a gazdaság, teljhatalmú gazdasági vezetője volt a vármegyének, ami még egyszer, kétharmad részben a királyi birtokot tartalmazta, egyharmad részben e, római katolikus birtokot tartalmazott, és körül... nem, nem, nem. Tehát a maradék egyharmadnak az egyik felét a a katolikus egyház birtokai, a másik felét pedig Istvánnak a hívei számára, vagy a számára elfogadható személyeknek osztott birtokok jelentették, például német lovagok, stb. Tehát olyan, tehát az erőforrásoknak olyan, olyan túlnyomó része került a király kezébe, hogy ezen alapulva például a, a katonai erődöntő része is minden megyében az ő kezébe volt. Ezen alapulva a királynak egy nagyon-nagyon erőteljes hatalma érvényesült ebben az úgynevezett királyi vármegyébe, ami ö, mintegy 200 évig áll fönn. És ugye ezt követte majd a Nemesi vármegye. Ezt követi majd a Nemesi vármegye, és majd a Nemesi vármegyénél fog megjelenni az, hogy a Nemesi vármegye ö, Tényleges irányítója az úgynevezett Alispán, akit a vár, vármegyének a nemesei választanak meg, de mellette a királynak továbbra is ott van az embere, csak jelentősen visszaszorult a király emberének a hatásköre, minek a javára, a nemesi önkormányzatnak a javára. Mert a nemesi vármegyének csak nagyon röviden az előzménye az volt, hogy a királyi vármegyének a birtokait az uralkodó, Másik Andrással kezdődően, és akkor a. 1200-as évekbeli uralkodók ezt folytatták, óriási mértékben eladományozták, ennek a új birtokosai egy kialakuló nagybirtokos réteg lett, és ezek a nagybirtokosok, ezek a hatalmuk alá akarták, befolyásuk alá akarták vonni a kisebb birtokú nemeseket. Na most itt jön az, hogy ezek a kisebb birtokú nemesek, elsősorban a közébirtokos nemesség, nem hagyta, hogy ő egy frissen kialakult nagybirtokos réteg befolyása alá kerüljön, hanem ők elkezdtek szervezkedni, és létrehozták a nemességnek, a vármegyei nemességnek az önkormányzati szervezetét, és ezt a ne megye típust, amiben igazából a területi keretek maradtak meg, mert egy-egy vármegyének mi királyi vármegye volt, ugyanakkor, ugyanaz volt nagyjából a területe, mint majd a belőle kialakuló nemesi vármegyének, de a lényege az alaposan megváltozott, mert, mert most már a nemesség nem a király utasításait hajtja végre az ispánon keresztül, mint a királyi vármegyében, hanem most már saját maga választja meg a vezetőit, és saját maga hozza a vármegyére vonatkozó rendelkezéseket, úgynevezett statutumokat, tehát a vármegye életét a vármegye közgyűlésén, amit ők felállítottak, a vármegye közgyűlésén a nemesek által megszavazott ö, szabályok, rendelkezések, intézkedések ö, határozták meg, és nem a király utasításai elsősorban. A király személyét ö, továbbra is képviseli valaki, és ez a főispán. Tehát akkor lényegében ez az egész Nemesi Vármegy egy, -egy érdekvédemi szervezet volt. Hát egy önkormányzati szervezet, ahol a Nemesség tudta a saját akaratát érvényesíteni, és a király akaratát a főispán képviseli, ő a király embere, ő az állam embere, lázs napjainkban is, ugye ez kíván lenni, hogy a kormány megbízott az államnak az embere. Ö, akka, tehát ide és, és a maga a főispáni tisztség az szimbolikus volt, vagy ténylegesen voltak olyan Hatásköre, amik valamilyen súlyt adott annak a tisztségnek. Igen, bizonyos beleszólása volt a, volt a vármegye életébe, de de nem túlzott. Tehát egy, egy minimális befolyása volt. Semmiképpen nem olyan, mint a régi ispáni, mert azt a tényleges irányító szerepet az, az ispán kaptál. veszi át. Magyarországon egyébként mettől meddig volt egyébként a vármegye rendszer. Ugye beszéltünk, hogy a vármegyének vannak különböző szakaszai, van ugye a királyi vármegye, a nemesi vármegye, majd később a polgári vármegye, uh -huh. de hogy nagyjából meddig tartott 1950-ig vár... teljesen egyértelmű, hogy 1950-ig. Az elnevezés az 1949-ig tartott, mert az alkotmány a... 1949-es szovjet típusú kommunista alkotmány, már szakít a vármegye elnevezéssel, és megye szót használja, de nem ez a lényeg, hanem hogy 1950-ben a önkormányzattal rendelkező polgári vármegye, tehát az rendelkezett önkormányzattal, az államnak jóval nagyobb súlya lett benne, mint a, mint a, a nemesi vármegyében, a polgári vármegyében, de ö, volt jelentős önkormányzat és ez az önkormányzat szűnik meg, mert tanácsrendszer jön, ami ugye itt egy párt államról van szó, egy totális államról van szó, amely a teljes irányítást az egy párt vezetőségének az uralma alá akarja hajtani, és szó nem lehet arról, hogy a, a, a megyei közgyűlés ez, ez valami önkormányzati jelleget kapna, nem, neki a a pártállamnak a, a rendelkezéseit, utasításait kell végrehajtani. Most evezzünk ö, kicsit más vizekre. Pontosan ö, röviden, ö, mi volt az a főispánnak, vagy hát kezdetben akkor az ispánnak, illetve külön a vármegyének a, a feladatköre, a szerepe? Uh -huh. Én pár mondatban. Tehát, ö, tehát a, a, az ispán gazdasági, katonai, a királyi vármegyében gazdasági, katonai ö, igazgatási, illetve bíráskodási feladattal is rendelkezett, tehát egy széles körű feladattal, ez volt a királyi vármegye, ez a 13. század. Utána volt egy átmeneti időszak, amikor kezdett kifejlődni a, kifejlődni a, a nemesi önkormányzat, és ez nagyjából a 15. századra meg is történik. Innentől kezdve a, a főispárnak elég formális volt a szerepe, és ez az állapot tartott 1848-ig, amikor az áprilisi törvényekkel a kiváltságos rendszer véget ért, és ö, polgári rendszer került bevezetésre, de sajnálatos módon a szabadságharcot leverték, utána egy ö, több mint másfél évtized önkényuralom következett, tehát az új polgári vármegyének a, a, a Létrehozatala az csak a kiegyezést követően ö, jön létre, és ebben a vármegyében a, az önkormányzat jelentősen visszaszorul, megszűnik például az úgynevezett autonómia. Hogy a kormány rendelkezéseit csak akkor kell végrehajtani, hogyha azok nem jogsértőek a nemesség, tehát ezek a korábbi kiváltságokra vonatkoztak. De a reformkorban ez nagyon értékes volt, mert a Habsburg udvar konzervativizmusával szemben ezt ö, tudták érvényesíteni a liberális köznemesség, amely akkor a vármegye hangadója volt. Tehát ez a, ez a fajta önkormányzat visszaszorul, és a, a főispánnak pedig a szerepe megnő, a király akaratát és a kormány akaratát tudja képviselni, és ez a, ez a, képviselet, ez, ez erősödött is a dualizmus alatt. Lényegében tovább megy a, ugye van egy 1918-19-es közjáték, a két forradalom, az őszi Rózsás és a tanácsköztársaság, de ezt követően a horti rendszerben tovább megy, lényegében a dualizmus alatt kialakult Főispáni hatáskör, illetve magának a vármegyének is egyébként a szerkezete orti rendszerben lényegesen nem módosul. Tehát azt lehet mondani, hogy 1944-ig, amikor a, a szovjet csapatok elkezdték elfoglalni Magyarországot, és ott aztán már egy teljesen új berendezkedést hoznak létre, addig ö, tartotta a, a, a polgári vármegye, illetve a főispán a régi formájában. 1945 után egy nagyon érdekes szakasz kezdődik a főispánság történetében, ami tart egészen 1949, hát 50ig lehet mondani, hogy 50ig. És ez, hogy a kommunista párt rátszól a koalíciós időszak van 45 és 48 között, 49 között koalíciós időszak van, hiszen négy párt tehát nem egy párt van még, hanem négy párt van. De minden esetre már ekkor a szovjet fegyverek árnyékában egyértelmű, illetve hát az államvédelmi osztály, majd 48-tal államvédelmi hatóság, tehát a politikai rendőrségnek a, a, a rendkívül aktív támogatásával a kommunista párt a hatalomnak egyre nagyobb részét szerzi meg, és ennek nagyon fontos, hogy a vármegye irányításában jelentős szerepet játszó főispáni szék az ő kezükbe kerül. És hát az első ilyen ö, látványos példa, amit Münich Ferenc elvtárs, nem tudom, hogy mennyire kell bemutatni, egy keménykezű, igen, igen keménykezű, a spanyol polgárháború volt a, a második világháború előjátéka, iszonyú kegyetlenkedésekkel, iszonyú tömegmészárlásokkal. Gerő is onnan jött, haza őt, ugye Barcelonai Mészáros becenével nével illették, mert ugye mészárolta az embereket rendesen. Ráadásul ugye a maga mellett álló kommunistákat, szóval Gerű az... Akik máshogy gondolták a dolgokat, de minden esetre, tehát a Münich Ferenc is ilyen, ilyen belevaló, hogy úgy mondjam, pol spanyol polgárharcos, polgárháborús veterán volt. Na ő jön haza, és akkor ő azonnal meg is kapja Baranya vármegyének a főispányát. Főispáni széki. Kicsit ellentmondásos. És hogyha valaki rákeres a Szabad Nép című, ugye a párt központi lapja volt, a kommunista párt, azaz Magyar Dolgozók Pártja központi lapja volt, ebben már 48 karácsonyán arról, arról olvashat a, a meglepett olvasó, hogy Megvan Magyarország első női főispánja, és akkor nagyon vicces ez Zemplén ez vármegyének a főispánja, de ő elvtársnő. És akkor <laughs> a beiktatása kapcsán ünnepi beszédet tart az elvtársnő, és akkor ő mit emel ki, mit hangsúlyoz, azt mondja, a nép ellenségei nem gyengen ővel, hanem a demokrácia élén haladó magyar dolgozók pártjában Osztály öntudatossá lett asszonyjal fognak találkozni, tehát látszik, hogy a ja is, és hát ő dolgozó paraszt asszony volt. Aztán 49. januárjában Dobi István miniszterelnök, Kádár János belügyminiszter és Gerő Ernő, a hídverő, a közlekedésügyi miniszter ünnepélyes keretek között iktatja be a, a második női főispányát, ugye a, a többség az már férfi elvtárs, főispán, de ez, ez így ilyen plusznak számít. Szolnok vármegye főispánja lesz, egy törpebirtokos paraszt családból származó Juhász Imréni nevű ö, ö, hölgy, és akkor ő hasonló hozzáállást képvisel. Ö, tehát még 49-ben is érdekes módon nem szüntették meg. Tehát 49 ez januárjából van ez a szabad nép. Lehet, hogy jó <laughs> És aztán 49. augusztusában az alkotmányt szépen elfogadták, és ott már, ott már nincs főispán, nincs vármegye. Tehát még volt egy ilyen, egy ilyen négy éves elvtársias, és igen nagyon érdekes, hogy a, a, a főispáni hivatalba elvtárs elftársnő, Elvtársnő, elvtárs, elvtársnő, tehát egy, egy ilyen vicces, érdekes időszak lehetett ez és aztán 1950 tanács törvény, onnantól kezdve csak, csak megye van, illetve a megyének a különböző vezetői. Ez az új törvényjavaslat, Mirán, milyen, melyik korra emlékeztet? Tehát melyik az a korszak ez, ennek a vármegyeinek a hosszú történetek, melyik korszak az, amire ez leginkább emlékeztet? Tehát van-e negatív kicsengés ennek a, vármegyen évnek, a, a főispáni címnek? Mi lehet a kifogás ez ellen? De most nagyon érdekes, hogy a vita, nagyon érdekes, hogy a vita nem a, nem a hatáskörről folyik elsősorban, hanem az elnevezésről. És szerintem pont ez az, amihez, amihez, azért talán többen hozzá tudnak szólni, mint amilyen, tehát a, a jogköréhez elsősorban közigazgatási szakemberek szerintem politikusok tudnak hozzászólni, tehát szakpolitikusok. De, de ebben szerintem a, az emberek is vélemény tudnak nyilvánítani, hogy kinek milyen, milyen hát képzett társításai, asszociációi vannak, milyen tartalmat ö, ö, hordoz ez a, ez a, ez, a, kifejezés. És azért a Adi André től azért én, én olvasnék a Vármegyéről, Ugye van neki egy, egy, híres verse, ami a védés és Arany című kötetben 1907-ben jelent meg, tehát a polgári vármegye kellős közepén vagyunk, még nem is a Horti féle változatában. Az lehet, hogy egy fokkal durvább volt, vagy, vagy kiméletlenebb volt a, a, az emberek véleményének a, a visszaszorításában. De a, a, az Adi, a Fölszállott a Páva <laughs> című versében, és ugye ott, egy népdalt, népdalból indul ki, és az, ugye a népdal azt mondja, hogy felszállott a páva a Vármegye házára, sok szegény legénynek szabadulására, talán van egy ilyen népdal, és ugye látszik, hogy, 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 hogy Adinek nagy, nagy, érzéke volt, mint ahogy a magyarok jelentős részének azért nagy érzéke van minden előzmény dacára a szabadság iránt. És ő, itt is ugye a szegény legények, tehát hogy azok, akik, akik, akik a, a, a szabadságukat nem akarták, hogy korlátozzák. Persze negatív része is voltak a szegénylegényeknek, de azért ez is benne volt, hogy, 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 hogy a szabadságát ne nyomják el, ne, ne vegyék el a, a szabadságát. És ugye a, a, a folytatólagosan a következőt írja Adi, azt mondja, vagy lángcsap az údon vad, vármegyeházára, házára, vagy itt ül a lelkünk tovább, leigázva. Ez, ez azért nagyon érdekes, mert ugye Adi, ami a jelzőt keresett a, a vármegyére, vármegye házára, abban az volt, hogy ódon. Tehát, hogy azt mindenki érzi, hogy esetleg ott még <laughs> ilyen, ilyen szellemek is lehetnek a hú tehát a vármegye háza, tehát, hogy, hogy az Adi már a 20. század elején ennek érzett egy ilyen avit, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen ódon, ö, ódon ö, atmoszféráját, és azt gondolom, hogy talán ez, ez, ez tehát hogy a lényegre tud, a, a, költőknél, hogyha jó költők szerintem, lehet, hogy ő nem szak, közigazgatási szakember, de, de nagyon gyakran a lényeget jobban meg tudják fogalmazni, mint szakemberek. Ö, ez egyik ez, a, ez az ódon, a másik pedig nagyon érdekes, hogy ezt a vad jelzőt alkalmazza ö, Adi. Ö, és, és nagyon érdekes, hogy hogy mind a, mind a dualizmus alatt, mind a hortikorszakban a, Horti a vármegyének jelentős szerepe volt abban, hogy az embereket... Ö, hogyan lehet az akarat nyilvánításban manipulálni. És ez nagyon sajnálatos. A, a, más, volt a, más volt a dualizmus és más volt a, a, a horti rendszer, mert a dualizmusban azért kellett manipulálni a választásokat, tehát hogy az emberek a megkapott, a, mert ugye a polgári államnak ez lenne az egyik nagyon nagy előrelépése a szabadság irányába, hogy az emberek kifejezhetik az őket érintő kérdésben a véleményüket, elmondhatják az akaratukat, méghozzá a politikai akaratukat is. Most ez 1918-ig azért nem tudott megvalósulni, mert a központi, a Habsburg udvarnak a a, és Ausztria-Csehországnak az akarata az az volt, hogy az a 67-ben létrehozott dualista rendszer legyen, amely Magyarország számára nem adta meg az önálló külügyet, nem adta meg az önálló ö, hadügyet, ö, hanem, hanem egy más rendszert hozott létre, és az emberek ezt le akarták volna vetni. A közös ügyes, közös hadsereges egyéb rendszert le akarták volna vetni magukról az emberek, ezért egy olyan választási rendszert kellett kidolgozni, amely ezt meghamisítja, amely a kormány akaratát érvényesíti, amely a 67-es alapon állt. És az emberek, hogyha megnézzük a korabeli, van egy kiváló festőnek a, a kortes beszéd, ott is az emberek láthatóan ezt a festő le is festette, hogy, hogy, hogy így inkább egymással dumáltak a választójoggal rendelkező emberek is, mert tudták, hogy lényegi változást az akaratuk nem tud végbevinni. Na most ennél egy durvább rendszer jött, jött a, a horti rendszerbe, ahol már nem volt Habsburgokhoz kötődés, nem volt birodalomhoz való kötődés, viszont mi volt egy sajátos helyzet, hogy egy konzervatív társadalmi réteg, amely legjobb esetben is a lakosságról egyharmadát képviselte. Ők eldöntötték hortival az élen, és Pál, Betlen Miklós, eh, bocsánat, Betlen István, a Betlen Miklós is írt, sok érdekeset, de itt a Betlen Istvánról van szó, aztán a Kállai Miklós és még többen mások eldöntötték, hogy ennek a konzervatív rétegnek a hatalma ö, ö, lesz megszakítatlan, és soha nem jut hatalomra a hatalomba tehát miniszteri tárcákhoz vagy, vagy a hatalomban nem fog bejutni se a parasztság, se a munkásság. Na most az egy nagy mutatvány, hogy te parlamentarizmust csinálsz, ugye Betlen István erre mondta, hogy ez irányított demokrácia, tehát az irányítani kellett, és ebben az irányításban nem csak a kormány, hanem a vármegye nyakig benne volt, illetve a vármegyében a csendőrség. Most az embereknek, 1944 előtt ez volt az élményük, hogy ugyanolyan álságos változás, választások voltak, hogy lehetett tudni, hogy abszolút többséget fog nyerni a kormánypárt, és abszolút, és abszolút többséget is nyert. Olyan esetekben is, amikor lehetett tudni, hogy egy-egy képviselő mellett a lakosság többsége szavaz. Volt például ilyen rögtön 1922-ben, mert ebből egy nagyobb ügy lett. 1922-ben fönt, mármint térképen mondom, Észak-Keleten, Szabolcsban volt egy választókerület, ahol egy ellenzéki jelölt nyert. Egyértelműen nyert. Meg ugye a 22-es választások során ott is az emberek voksoltak, és nyert. Na Most akkor mit csinál a, a vármegyei választási testület, érvényteleníti a szavazást? Mondván, hogy történtek bizonyos formai hibák. És utána ki kell írni újabb választást. Hát a választókat nehéz lecserélni, ezért ugye viszonylag hamar, pár héten belül lejátszódott volna az újabb választás, de még nem voltak megfelelően meggyúrva a, a, a választópolgárok, ezért neki láttak a Vármegye, ahogy a kortárs írja, erősen dolgoztak a hatóságok az ügyön, hogy a kormánypárti képviselő tudjon nyerni, és milyen érdekes, a kormánypárti képviselő, Ja, mondtam a másik menetet. Tehát amikor még nem volt kellően meggyúrva a választókörzet, akkor a választás előtti napokban testületileg lemond a helyi választókerületnek a választási bizottsága. Testület lemondott, hogy a választást ne lehessen megtartani. Hogy a hatóságok hadd, tudjanak tovább dolgozni. És és amikor megtartják végül is, hónapok elteltével megtartják itt ebben a kerületben végre a, a választást, akkor a kormánypárti jelölt győz. Honnan lehet, vagy, vagy hogy fordult meg így? Hát úgy, hogy a csendőrség aktívan közbelépett. Letartóztatták a, a választás előtti éjszaka, letartóztatták a képviselőjelöltnek a bizalmi embereit. Mondva csinált ürügyekkel, Ö, embereket nem engedtek szavazni, és megtörtént a... Ugye nyílt szavazás volt. Ö, ö, és ekkor is érzékelhették az emberek, hogy itt, itt, itt tulajdonképpen ellenük megy a játék. Tehát, hogy aki nem a kormánypártra szavaz, azokat nagyon sokféleképpen lehetett, lehetett utána, hát, hogy úgy mondjam... Hát érzékeltetni felé, felé ők egyfajta fenyítéssel, a helyi hatalmasságok, akik ugye megint pozícióba kerültek, mert a választásokat megnyerték, és utána ők ezekkel az emberekkel szemben nagyon sok tér volt arra, hogy helyileg érvényesítsék a, a nem tetszésüket. Na most ilyen emlékeik vannak a vármegyével, a csendőrséggel kapcsolatosan, ilyen emlékeik voltak a. Az embereknek. Persze a megye rendszer a polgári vármegyénél egy sokkal, sokkal rosszabb és sokkal szakszerűtlenebb igazgatást hozott be, de ez, ez nem változtat azon, hogy a polgári vármegyéhez nagyon sok negatív érzés, emlék kapcsolódik, illetve hát én nem emlékszem rá, mert akkor még nem éltem, de, de azért ezek a, ezek a tanúk, illetve maguk az esetek jól mutatják, hogy semmiképpen sem jövőbe mutató se a főispáni sem pedig a vármegye. Tehát mondhatjuk Korábbi. azt, hogy ilyen antidemokratikus kicsengése van az egésznek. É, így van, csak hogy ez a jelző nagyon, le, nagyon lejáratott, tehát az hogy, az, hogy a választópolgárok szabadon kifejezhessék a véleményüket, ezt a polgári vármegye a dualizmus alatt is, és a, a horti rendszer alatt is jelentősen képviselt, és szerintem ilyen rendszerre. Tehát ez idejét múlta. Sokak szerint ez egy újabb lépés abba az irányba, hogy Magyarországon ismét visszajön a feudális rendszer. Pontosan mi is az a feudalizmus, és van esély si arra, hogy ez így a 21. században vagy vissza fog jönni? Ugye itt, itt két dolgot kell megkülönböztetni, vagy a szak jelentését a feudalizmusnak, és hát az egy olyan olyan sajátos rendszer, aminek a lényege egyébként az, hogy sajátos tulajdonviszonyok vannak, azaz, hogy például a társadalomnak a 80 90 tehát elsőprő többsége, Tulajdonhoz nem juthatott. Amíg a feudalizmus fennállt Magyarországon 1848-ig, de Franciaországban 1789-ig, tehát ezek elég szépen Angliában 1650-es évekig, addig az emberek tulajdonhoz nem juthattak, hanem egy nagyon vékony tulajdonosi réteg tulajdonát használhatták, és ez azzal járt, hogy ők különböző függési Rendsz, tehát függés, egy sajátos függési rendszerbe kerültek, és ami a legdurvább volt, de ez a feudalizmusnak az első 5-600 évében volt, a személyi függés, tehát például Magyarországon is 1200-as évéig, István királytól, amikor a feudalizmus létrejön, nem volt az embereknél pénz szabad költözése. Aztán 1514-től ez visszaáll, egészen második Józsefig, és a földes úr engedélye nélkül nem költözhetett egy a másik helyre, hiába lett volna ott kedvezőbb helyzete vagy bármi, nem tanulhatott a földes úr engedélye nélkül a jobbágynak a gyereke, nem házasodott, legalábbis törvényes házasságot nem köthetett a jobbágy 1785-ig a jobbány, József jobbágy rendelettéig, amíg el nem törölte legalább ezt a személyi függést. De a gazdasági függést, vagy az, hogy uri tehát a földes úr akár a saját perében is, a jobbágyjal való saját perében maga ítélkezett, ez, ez is fönnállt 1848-ig, tehát az uri szék. Tehát ilyen tulajdonviszonyok és ilyen függési rendszer nem valószínű, hogy visszajön. Hát ez 48-ban, pont erről szól 48, hogy ezt eltörölték. De a feudalizmusnak van egy, van egy ilyen a lényegét megragadó kifejezés, ha szabad így mondani, meg a hangulatát megszabadó. Tehát, hogy az anyagi javakhoz hogy tudsz hozzájutni? Az anyagi javakhoz hogy tudsz hozzájutni? Hogy valami valami nemes úr kell, hogy neked, ha familiáris az a szolgálatába állsz, akkor ő ad neked pozíciót, ő ad neked, ő ad neked anyagi javakat. Hát így már azért ez a gyakorlat nem annyira ismeretlen, és a különböző függési viszonyok se annyira, annyira ismeretlenek, hogy kire szavazzál, hogyha, hogyha vagy, vagy ki mellett voksoljál, hogyha pozícióba akarsz maradni, vagy, 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 anyagi juttatásokhoz akarsz jutni, akkor milyen pártállást mondjál, vagy milyen akár hitbeli állást, hovatartozást, mert sajnos én ilyenről is hallottam, hogy valamely törvényesen elismert felekezethez való tartozást, például fegyveres testületekben megmondták, hogy ne üljön olyan helyre, ha felvétel van esetleg egy olyan ist istentiszteletről, vagy, vagy egyéb. Tehát azért érdekes dolgok vannak napjainkban is. A, a főispánokat ugye a király nevezte ki. <laughs> Igen. Öm... Evezünk békésebb vizet. <laughs> Így van. Most mire kell készülnünk? Hamarosan meg fogják koronázni Orbán Viktort? Budapest megér egy misét? É, na most... Ezek ugye vicces fölvetések, és ezeken is lehet gondolkodni, de, de fontos, hogy Hortit is például nem tudták megkoronázni, és maga Horti se akarta, mert ahhoz, hogy valaki király lehessen, pláne egy, ugye ott mindig dinasztiák vannak és ahhoz egy olyan szintű elfogadottság kell, amivel például hortis se rendelkezett, sőt a, a fiát is, csak kormányzó helyettessé, az István fiát is kormányzó helyettessé nevezte ki. Tehát Magyarországon euh, nincs, tehát ez vicc ez, ez szintjén működik, tehát akkor lényeg, és fog is működni, a... mert hazai dinasztia továbbra sincs, mint hogy nem volt a két háború között se, Persze lehet viccelődni az, hogy majd a miniszterelnök, de nem. E, illetve a, a, ami a, a, a családot illeti, ott pedig 1921-es törvény akadályozza, hiszen ki lett mondva a Habzúrház trónfosztása és ez a törvény érvényben van, tehát Habzúr György, vagy mások, akik akár itt Magyarországon, ott ugye sokkal nagyobb elfogadottság kellene, mint ami jelenleg, hát jelenleg az emberek szerintem ö, így kérdőre fölhúznák a szemöldöküket, hogy hát ez meg hogyan jönne. Magyarán, tehát ezzel nyugodtan lehet viccelődni, de semmi realitása szerintem nincsen. Akkor é. lényegében a miniszterelnök, illetve a kormány tekinthető lényegében a királynak a jogutódjának, hogy ő nevezik ki most ezeket, vagy ha elfogadják ezt, akkor ő fogja kinevezni a főispánt. Ugye itt kormány, kormány megbízott, ha jól emlékszem, arról van szó, Igen, hogy az, az, az nevezik azt át neveznék benne. át. Tehát itt a kormány, kormány emberem... a király jogokat. A, hát a kormány jogait gyakorolja, mert azért azt rögzítsük, hogy a királynak a jogot tudja a köztársasági elnök. A király is államfő volt, és egy köztársaságban a köztársasági elnök a... a csak ugye más volt a király jogköre, mint ahogy a most, mostani köztársasági elnöknek a jogköre. A középkori Magyarországban a maga a közigazgatási rendszer a vármegye szorosan összefüggött a római katolikus vallással. Ön szerint kell attól tartani, hogy ennek a, a visszahozatala esetleg valamilyen vallás szabadsági kérdéseket fog felvetni? Nem, nem tartom valószínűnek. A főispánok esetében volt egy, egy csoportja a főispánoknak, Esztergom vármegye, Heves vármegye, tehát ahol valamely főpapnak, azaz püspöknek vagy érseknek a székhelye volt, azokat a, azokat a, vármegyéket, vármegyéknek a főispáni címét, örökös főispáni megjelöléssel megkapta az Esztergomi érsek, megkapta az Egri érsek, megkapta a nem tudom milyen püspök, tehát itt volt beleszólása, de úgy egyébként, egyébként a Vármegye ott a, ott a nemesség volt jelent, tehát a, a, papirend ilyen módon a Vármegyében nem, nem bírt jelentős befolyással. Tehát ennek a veszélye nem áll fönn. Halleluja. Mennyire helyes a a Horti Miklós és az Orbán Viktor párhuzam. Ugye sokan élnek ezzel, hogy, hogy Orbán Viktor most olyan rendszert akar építeni, mint amilyet Horti Miklós épített. Ez a párhuzam mennyire helyes? Uh, hát a, ugye azért tud felvetődni ez a kérdés, mert nyilvánvalóan vannak párhuzamok. Vannak párhuzamok, ami szerintem meg is állják a helyét, és vannak lényegi uh, mutatói a horti rendszernek, amiben viszont a párhuzam nem áll fönn. Uh, hát uh, így most gy gyorsan csokorba fogni azokat a párhuzamokat, mondjuk, ami nem áll fönn. A horti rendszer nagyon durva ököljog keretében jön létre, hiszen a fehér terror során jön létre. Ezt akárhogy akarja bárki szépíteni, horti a maga által elképzelt konzervatív rendszernek úgy csinált helyet, hogy a baloldalnak a képviselőit iszonyúan megfélemlítette, jelentős részüket ilyen terrorkülönítményekkel, agyonverette, felakasztatta, vízbe folytatta, borzalmas. Viszonyok voltak Magyarországon 1919. augusztusától novemberig, 20. novemberig, de aztán még utána is más keretek között ez a megfélemlítés zajlott. Internáló táborokat például nem oszlatták föl. 21-ben, amikor a Szoțdemekkel megszületett a kompromisszum, a Betlen paktum, csak egy részét, akikért felelősséget vállalta a Szociáldemokrata párt, hogy jó fiúk lesznek, azokat engedték az internáló táborba és ott még a szocdemek egy jó része ott volt, hogyha rosszalkodik, a kint lévőknek is ugye egy mutatvány volt, hogy mi vár azokra. Tehát a horti rendszer sajnálatos módon nagyon keménykezően, és hát vér. Tehát ez akár is nézzük, ártatlan vér volt az, aminek a kiontásával a horti rendszer Hát hatalomra került, és utána egy választási törvény, érvényben lévő választási törvényt változtattak meg rendeletre, ami a nyílt szavazást visszaállítja, ami lehetővé tette a kormánypártnak az abszolút győzelmét, amikor már a terror befejezték. Utána ez a stikli alkotmányjogi teljesen, tehát olyan nincsen, hogy egy törvényt te rendelettel, ne ragudjál. Tehát ez egy teljesen törvénytelen, de így zajlott le a 22-es választások, és majd ezt a rendeletet, hogy szép egy törvény legyen, utána majd az abszolút kormánypárti parlament majd ebből törvényt csinál. Tehát a horti rendszerben olyan durva bántó dolgok voltak, ami, ami az Orbán kormányzatot hát egyáltalán nem jellemzi. A másik, hogy a Horti rendszeren sajnálatos módon lásd numerus clausus, már 1920-ban Prohászko Ottokár és Telekipál, hát bábáskodásával, tehát egy olyan antiszemitizmus érvényesült, amely, amely az Orbán kormányzatra egyáltalán nem jellemző. Hát ők inkább ilyen cionisták, mint Hát tiszenitek. én is szeretném erre a fölhívni a figyelmet. Bibliai alapon nagyon nagy jutalom áll, vár arra, vagy hát igen, jutalom vár arra, aki Izrael és Jeruzsálemmel szemben pozitív, és Ugye az nagyon fontos tudni, hogy Magyarország izrael lel szemben, ugye mostani antiszemitizmusnak nem a, elsősorban nem a, a holokauszthoz való viszony, vagy a korábbi, a diaszpórának a korábbi üldözéséhez való viszony, az elsődleges mércé, az is mérce persze hanem a jelenlegi Izraelhez való viszony, ez, tehát az Izrael államhoz való viszony, ez az antiszemitizmusnak napjainkban az igazi mércéje, és ebben az Orbán kormányzat, akárhogy is nézzük, a v föl tudta sorakoztatni ő, Izrael mellett, és, és Magyarországnak hát az egyik legjobb a kapcsolatokat, te, izrael -e való kapcsolatait tekintve az Orbán ő, ő, időszak, az Orbán kormányzat az egyik legjobb, legjobb ö, évei. Tehát bibliai alapon, mert Ugye a Bibliában vannak olyan örök törvényszerűségek, amelyek az áldást és az átkot ö, hát, mutatják, hogy De mire. Hit, mi, ezt nem kell, ugye, mire, mire, mi jár. És nagyon fontos, hogy Izraelhez való viszony, ö, most a Kádár rendszerűen is beszélve, hogy megszakította a kapcsolatokat Izrael 67-ben, és nem ismerte el Izrael államának a föl, teljes földjét Izrael jogos tulajdonának. A, ugye az Orbán kormányzat nagyon fontos kiállást és nagyon fontos gesztusokat tett, tehát ez is egy lényegi különbség. Na most, amiben párhuzam van, azért az, az részben az Orbán rendszer mellett szól, hiszen a horti rendszer emellett a bűne mellett, mert ezt soha nem lehet róla lemosni, és ez bibliai alapon mindent überol sajnos, hogy részt vett ártatlan emberek vérének a kiontásában, mert a határi elszállította a máv, elszállította az ártatlanul összegyűjtött, borzalmas körülmények összegyűjtött, és ugye Horti volt a kormányzó. Tehát ő volt a kormányzó, neki vétójoga volt, ő ezzel nem élt. Ő hagyta, hogy az általa kinevezett főtisztviselők intézzék, mert ő tudta, hogy mit fognak intézni. Tehát ez a vér ott van a Horti rendszeren, akárhogy is nézzük. És és tehát a, a, a holokauszt, az, az a horti rendszert, az nagyon, az nagyon terheli, de emellett a horti rendszernek vannak érdemei, amit szerintem, amiatt, mert ez a borzalmas vér rajta van, azokat az érdemeket szerintem tilos letogatni. Tehát az például, hogy, a, hogy Magyarország érdekeit a hatalomra kerülésétől fogva a Horti rendszer képviselte, hogy mi az ország érdeke, illetve a, ameddig lehetett a, 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 az igazságosság mellett is nemzetközi politikában kiállt, most ezzel mit értek, Lengyelországot 1939-ben a németek és a szovjetek együttesen lerohanták, és Például Szlovákia részt vett ebbe a hadműveletbe. Délről megtámadta Lengyelországot. Magyarország csak az összehasonlítás kedvér. Magyarországnak ekkor Kárpátalja visszatérése miatt, ugye az 39 márciusában visszatért, és a régi magyar-lengyel határ az, az helyreáll. És Magyarországon a frissen visszakapott, a felvidék déli sávjával visszakapott kassai vasútvonalat akarták igénybe venni a németek csapatszállításra, illetve fegyverszállításra. A kormányzat határozottan nemet mondott, bevállalva az, hogy a németek leállították a, a, a hadsereg újra fegyverzésére szolgáló hadi anyagszállítást. Tehát az országnak tulajdonképpen úgymond kára lett abból, hogy kiáll egy egy igazságtalansággal szembe, és nem vállal részt Lengyelország lerohanásába még közvetlenül sem. Sőt, fegyveresen fogad be több tízezer lengyel katonát, családtagjökkel együtt, hat testparancsnokságot állítanak fel. Ez óriási dolog, amikor ekkor már Magyarország a 80 milliós, ö, ö, hát akkor már egyre inkább szuperhatalomnak számító, harmadik birodalommal határos volt, és majdnem a fele a magyar külkereskedelemnek a német birodalommal zajlott. Ugye, az ma Ausztriát is bekebelezte. Tehát ebben a helyzetben rendkívül bátor, erkölcsi döntés volt ez, vagy például, tehát, hogy hates állítanak fel, hogy egy középiskolát, illetve ö, elemi iskolák sorát állítják fel a lengyelek számára ö, ö, magyar államköltségén, hogy a lengyel, 39-ben lengyel ország eltűnik a térképről, a két agresszív hatalom felosztja, a lengyel már nincsen, de, de van ennek a megszűnt lengyel államnak budapesti nagykövetsége. Teljes 1941-es évben, sőt még 40-es évben is, még 41, elején is. És tiltakozik a, a német budapesti nagykövetség, és a kormány meg továbbra is föntartja a, a lengyel nagykövetség működését. Tehát ezek nagyon bátor bátor ö, kiállások voltak. Ö, tehát a Horthy rendszernek voltak olyan ö, dolgai, mondom a nemzeti függet, vagy például a birodalomtól való távolságtartás föntartásában, amely nagyon sok hasonlóságot mutat, pozitív hasonlóságot a jelenlegi Orbán kormányzat, a nemzeti érdekeknek a, a képviseletét. Lehet és például említeni ezt a, azt a konzervatív kultúrát, amit ki akart alakítani Horti Miklós, és valamilyen szinten ki is alakult, és hát láthatjuk, hogy most is azért épülőben van ez a konzervatív kultúra. Na most, na most itt megint a bibliai alap a, lenne a lényeges. Hogy, hogy olyan konzervatív kultúra kellene, mint például az angol száz országokba, ahol a rituális kereszténység ennek nem szerves része. Amit a biblia bálványimádásnak mond. Tehát ez egy óriási kérdés, hogy miközben konzervatív kultúra jön, hogyha ennek, ugyanis megint bibliai alapon annak, hogy konzervatív kultúra, Persze, hogyha, hogyha a, az elemeit levesszük, hogy a szexuális erkölcstelenség, ugye az is a bibliai kultúra, tehát ilyen szempontból a konzervativizmusnak kétségtelen vannak bibliai értékei, de azért, azért a, akárhogy is nézzük új szövetség, ószövetség, a bálványimádás a, az egyik leg, fajsúlyosabb dolog, amely a mindenhatónak a, 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 szemét leginkább csípi. Ha, ha, ha bálványimádásnak a füstje megy föl. ilyen füstje. Tehát én, én azt látom, hogy, hogy azon kellene munkálkodni, hogy, a, hogy egy olyan konzervativizmus jöjjön, amely bibliai alapon is elfogadható és ne egy kevert konzervativizmus, amely. Elfogad bizonyos bűnöket. Ráadásul egy olyan konzervativizmus, ami a horti rendszerből ö, a valláspolitikát, felekezeteknek az előnybe részesítését, tehát ö, ugye reméljük nem veszi át. Tehát a horti rendszernek nagyon sok olyan megbukott ö, gyakorlata volt, amelyet nagyon rossz leszne, nagyon rossz lenne visszahozni. És én annak örülnék, hogyha az Orbán kormányzatnak az említett pozitívumai tudnának, tehát ez egy magánvélemény, tudnának tovább menni. És a horti rendszerből az, mert azért azt is látni kell, hogy a horti Miklós kormányzósága alatt jutott el Magyarország a történelem. Történelme mélypontjára most akárhogy is nézzük. Ilyen mértékben ö, ö, tönkretéve az ország, és a lakossága ilyen arányba elhurcolva, lemészárolva, meggyalázva, és itt tovább. És egy ilyen lesűjesztő idegen megszállás, tehát ilyen nem volt. Most azt látni kell, hogy ide, a horti féle rendszer vezette el az országot, akárhogy is nézzük. És szerintem ebben a bálványimádásban, euharisztikus kongresszus, világkongresszus 1938-ban, a zsidósággal szembeni bánásmód, illetve a rendszernek a vérben való megszületése, tehát ezek, ezek mind olyan dolgok, amelyek egy egészséges távolságtartást követelnek, szerintem a Horti rendszertől. Úgy érzem, hogy ez a beszélgetés sok gondolatot és sok különböző érzelmi töltetet tartalmazott. Nagyon szépen köszönöm a dr. Kulcsár Elpárnak a rendelkezésükre, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, a, és nézőknek a figyelmüket. Viszlát! Köszönjük szépen!